Ez a kívánságszolgálat, a heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, egy tartalmas fél órát ígérhetek. Szokásos elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják, és mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Bodor Ádám erdélyi magyar író tollából származik. A természet akár szelíd, akár idegen, riasztó és félelmetes, abban igazán megrendítő, hogy az embertől, az emberi tevékenységtől független szervezet. Elgondolkodtató sorok. Vendégem is lesz a mai adásban, ide várom a stúdióba Csongrádi Kata, színésznő, énekesnő, író, színpadi szerzőt, és hozott magával néhány klippet is, ezeket is bemutatjuk majd, de természetesen ma is az önök üzenetei kapják a főszerepet, ezek közül nézzük is az elsőt. Szolnokon Garai Mátyásné a következő dallal köszönti unokáit, Szabolcsot és Dávidot, közelgő 14. illetve 16. születésnapjuk alkalmából. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget, álmaik megvalósulását kívánja nekik. A BKLT-vel indítjuk mai adásunkat, a dal címe Kezeket fel. Újra hív az éjjel, a rapad lüktet a testbeszél. Egybe folyt az éjjel-nappal, így lett fesztiválos a kép. Újra mozdul a város, te sem vagy már álmos. Megiszunk mindent, mi káros, ez így van jó. Újra mozdul a város, te sem vagy már álmos. Megiszunk mindent, mi káros, ez így van jó. Minden emlékképekben él, mikor a hajnal haza kísér. Nekünk a jel, ha velünk vagytok, gyerünk kezeket fel. Tied az éj, ma te vagy az ász, dobd be magad, ne magyarázz. Rád várunk mindenre készen, terjedünk, mint a vírus a szélben. Újra mozdul a város, te sem vagy már álmos. Megiszunk mindent, mi káros, ez így van jó. Újra mozdul a város, te sem vagy már álmos. Megiszunk mindent, mi káros, ez így van jó. Meleg hajakra ölném az éjszakát, közös bulik, akár egy héten át tart a ritmust. Mindig legyél készen, ha elveszni, megtalálunk majd a vészen. Gyere, ne félj, hisz miénk az éjjel. Hangot szálljon majd szabadon a széle. Egy perces, ha hagyunk ma magadra. Már mi ma volt, holnap már legenda. Minden emlékképekben él, mikor a hajnal haza kísér. Nekünk a jel, ha velünk vagytok, gyerünk ezen. És András feleségét, Orsolyát köszönti közelmúltban ünnepelt születésnapi alkalmából Veszprémben. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván neki az egész család nevében. Mi is a legjobbakat kívánjuk, és a következő dallal már fel is vezetjük a beszélgetést Csongrádi Katával. Elmúltam annyi, ezzel a dallal folytatjuk.
kérek bocsánatot, hogy ennyi és ilyen vagyok. Azért se törődöm azzal én, hogy milyen évszám az enyém. Nincs kedvem dühöngeni, a régmúlton merengeni. Kíváncsi vagyok a folytatásra, nincs időm másra, csak boldogságra. Érdekel, túllépek, rajta is feledjük el. Elmúltam, annyi és akkor mi van? Vár rám a holnap, és várnak rám annyian. Az életkor, tudjuk csak egy szám. Bár néha, eltátom tőle a szám. Az a fő, hogy jól érzem magam. És akkor minden, és akkor minden, és akkor minden rendben van. Összetört fájó szívem, de összeraktam és összefort, erősebb lett, mint régen volt. Túléltem, amit nem lehetett, jót sírtam és most jót nevetek. Kíváncsi vagyok a folytatásra, nincs időm másra, csak boldogság. Elmúltam, annyi, de kit érdekel? Túllépek, rajta is feledjük el. Az a fő, hogy jól érzem magam. És akkor minden, és akkor minden, és akkor minden rendben van. Rendben van. Érdekel, túllépek, rajta is feledjük el. Elmúltam, annyi, de nem nagy dolog. Számolják mások, számolják mások, számolják mások, hogy hány éves vagyok. Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, Csongrádi Kata itt van velem a stúdióban, csak gyorsan a titulusok: színésznő, énekesnő, író, színpadi szerző, és még ezt a sort nagyon-nagyon hosszasan lehetne folytatni. Szervusz, óriási szeretettel köszöntelek, és nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, de álljon itt a lehető legfontosabb kérdés, hogy vagy? Köszönöm szépen, lehető legjobban. Az óriási szeretet mindig feldobja az embert. Köszönöm a meghívást. Imént láttuk tőled az Elmúltam annyi című dalt, ezt nézőink is rendszeresen szokták kérni születésnapra. Egy picit vezessük fel, így gondoljunk rá vissza, amit most láttunk, hogy mit kell róla tudni. Nagyon jó környezetben készült, nagyon-nagyon jó a dallam, a szövege, minden ott van, hiszen nézőink azonnal megszerették. Nagyon örülök neki. A Városligetben vettük fel egyébként, és egy kicsit a tengerparton, horvát tengerparton. Azért született a dal, mert nagyon sok asszonytársam felháborodott azon, hogy folyton mindenkinek a korát firtatják, és én úgy gondoltam, hogy én megírom ezt, hogy elmúltam annyi, és akkor mi van? Mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát, és egy picit most tudományosan, ahány éves az érrendszere. Igen. Tehát ha az érrendszere rendben van, akkor 30 éves is lehet. Úgyhogy megpróbáltam ezzel egy kis önbizalmat adni a hölgytársaknak, de
úgy tűnik, hogy a férfiak is örömmel veszik ezt a dalt. Az biztos, hogy nézőink azonnal megszerették a dalt, és kérik is. Nagyon itt szorongatom a Hogyha szeretsz című CD-det. Ez egy újabb, nagyon fontos mérföldkő az életedben. Ez mindig abszolút egy olyan pont, amire utána vissza lehet tekinteni. Hogy született meg ez a CD? Mi motivált, hogy legyen egy sokadik újabb CD-d? Ez a 10. lemezem. Azért mondom, nagyon szép szám. Igen, igen, kerek szám. És hát valójában a Covid motiválta, mert ott a nagy bezártságban, magányomban, ugye 7 éve vagyok egyedül, ráadásul volt egy nagyon komoly betegség, fokhúzás, földagadt az arcom, lázasan, egyedül sírtam otthon, és egyszer csak így jött egy ilyen sugallat, hogy túl a könnyeken, vár még győzelem. Oda mentem a zongorához, leírtam, majd föltettem a Facebookra, szabad mondani a Facebookra. Természetesen. És akkor rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Ez önbizalmat adott, elkezdtem írni további dalokat, mindazokat, amik a lelkünket nyomasztják, hogy de jó lenne megölelni egymást, így született az ölej például, vagy mennyire fájó egy búcsúzás, a vár egy új állomás. Mindegyiket föltettem a Facebookra, és figyeltem, hogy hogy tetszik. És valójában a tetszések alapján állítottam össze ezt a szerzői lemezt, ahol minden dalt én írtam, háromnak a versét, tehát a dalszövegét, ezek régebbiek, igen, és az összes többinek pedig zenét, szövegét egyaránt. És valójában elmondhatjuk, hogy a közönséggel együtt szerkesztődött ez a... Igazából ez így nagyon könnyűnek hangzik, de azért tudjuk a munkásságodat, ha valamit kiteszel, vagy akár több dalt is kiteszel, akkor tetszik sok embernek, vagy tetszik nagyon sok embernek. Igen, igen. Tehát, hogy azért akkora nagy különbségek nincsenek, hogy akkor rögtön ott legyen a végeredmény. Nyilván van emögött egy szerkesztési elv is, nyilván nagyon-nagyon sok munka, de ez egy fontos állomás, azt mindenképpen leszögezhetjük. Zoli, a szeretet volt a legfőbb szerkesztési elv. Mert ebben az érzelemszegény világban, amire még rátett egy lapáttal ez a járvány, hogy még inkább eltávolodtunk egymást, hogy még fizikailag se lehetett megölelni a másikat, nagyon fontosnak éreztem, hogy az érzelmet erősítsük magunkban és másokban, hogy már bocsánat, de szeretet nélkül nem működik a világ. És ezeket a gondolatokat tőled, látva akár a Facebookot, vagy a legnagyobb videó megosztó portált, nagyon sokan követik, nagyon sokan követnek, igen, hogy te mit mondasz. Ez viszont a másik oldalt egy óriási nagy felelősség is. Nem mondhatsz csak úgy bármit meggondolatlanul. Nem, mintha ez jellemző lenne. Zoli, meg is gondolom, hogy mit mondok. Tehát ezek a dalok, igen, látszólag könnyedén, valójában szenvedve születtek. Tehát minden egyes sorért én nagyon megküzdöttem, hogy ez így még nem jó. Fölülírtam, újraírtam, akkor elvittem a Szászem Attilához, aki meghangszerelte. Akkor ne... És arra törekedtünk, hogy az én, jó, bemerem vallani, nagyon gicses a lelkem. Tehát én... Szerintem nem vagy ezzel egyedül, tehát hogyha egyedül lennél ezzel, akkor nem lenne ennyi követőd, rajongód. Szóval én csupa érzés vagyok, egy érzelem pacni, és azt akartuk, hogy ennek ellenére, hogy ez érzelmekről szól, mégis megfeleljen a 21. századi zenei trendnek. Igen. Tehát közben hallgattam például a Dua Lipa dalokat, hogy szólnak azok, és akkor mondtam az Attilának, hogy figyelj, most ezt a ritmus képletet hozzuk be, és úgy szólaljon meg, hogy ez élvezhető legyen egy 2022-es évben is. És az a nagyon jó, hogy például a 87 éves Megyesi Mária művésznő, az Operaszínház örökös tagja, ugyanúgy rajong a dalokért, mint a 20-30 évesek. De jó. Itt van a következő felvétel, a Tékozló szíveddel. Két gondolattal vezessük fel, és már is megnézzük ezt a klippet is. Hát én arra szerettem volna felhívni a figyelmet ezzel a dallal is, hogy nagyon becsüljük meg azt, ami van, és azt, aki van, aki szeret minket. Ne herdáljuk el az érzelmeket. Ezzel nem lehet vitatkozni. Csongrádi Katával folytatjuk.
én sorsod vagyok, akkor is, ha nem akarod, akkor is, ha mástől lesz. Érzem minden mozdulatod, hallom minden gondolatod, bár kérdésemre nem felelsz. Bocsásd meg, ha féltelek, de kitörni le a könnyedet, ha nem leszek, ha nem leszek veled, ha nem leszek neked. Tékozló kezekkel el ne dobd, mit tőlem kaptál. Engedd, hogy szeresselek, vigyázva minden lépted. Engedd, hogy szeresselek, szeresselek téged. Elfordulva hidegen távoznék, mint egy idegen, de hozzád tartozom. Nem megy a játék, másról szól az énekem, veled van az otthonom. Bocsásd meg, ha féltelek, de kitörni le a könnyedet, ha nem leszek, ha nem leszek veled, ha nem leszek neked. Sírni hagytál, tékozló kezekkel, el ne dobd, mit tőlem kaptál. Engedd, hogy szeresselek, vigyázva minden lépted. Engedd, hogy szeresselek, szeresselek téged. Ameddig csak élek, szeresselek Fantasztikus volt ez a klip, már is beszélgettünk tovább Csongrádi Katával. És premier volt. Ó, kérem szépen, a lehető legfontosabb információ, kedves nézőink, először láthatták, köszönjük szépen itt a Heti TV-ben, és ugye szerintem egy jogos kérdés, hogyha elkészül egy új album, akkor azt színpadon meg kell mutatni a nagy közönség számára is. Te tervezel-e hasonlót? Tervezünk. No. Sok kedves művésztársammal együtt május 8-ára tervezzük, hogy a Stefánia Palotában részben Esnagy István emlékkoncertet tartunk, ahol az ő nagy klasszikus dalai elhangzanak. Például az idén Esnagy emlékdíjat kapott Farkas Gábriel énekli a Most élsz, az egy darabot a szívemből, Elmegyek, tehát ezeket a nagy Esnagy. Szerintem a nézőink már dudolják is, csak a címeket dalokat kimondtad, és már elkezdték dudolni. Akkor Gájer Bálint jön, aki Gedeon bácsi csavart fel a szőnyeget, énekli, akkor Soltész Rezső, szóljon hangosan az így ének, van, Varga Miklós és lánya, akik, hát lútbőröztető, amit mondok, kéz a kézbe éneklik a Te ott állsz az út végén dalt. Hú. Tehát egy apa-lánya ilyen vonatkozásban még nem hangzott el, igen, ez a dal. Igen. És mivel minden évben valami újdonságot is szeretek nyújtani, összekötjük az Esnagy régi lemezeket az én új lemezemmel. Tehát az a címe, hogy Most élsz, hogyha szeretsz. Úgyhogy az új dalaimat is színpadra viszem. Némelyiket úgy, hogy a kollégák velem együtt énekelnek, némelyiket úgy, hogy például a Vary Dance,
az táncosokkal is igen. megsegít minket. Úgyhogy én remélem, hogy egy kétrészes műsor lesz a Stefánia Palotában. Mindenki nagyon készül rá, mindenki nagyon örül, és remélhetőleg, hogy sikerül örömet szerezni az embereknek. Bocsánat, meg el kell mondjam, hogy ez is, mint minden ilyen koncertünk, jótékonysági jellegű, tehát a bevételből a rákbeteg gyerekeket támogatjuk. A Facebookon pedig minden információt megtalálunk, érdemes követni ott is. Itt van még egy dal, így a beszélgetés végére, a Hogyha szeretsz, a címadó dal. Egy nem akármilyen klip is készült hozzá, nem sokára megnézzük, de természetesen ezt is vezessük fel, hiszen így kerek a beszélgetés. Hát ugye a szeretetről szól minden dal, és amikor föltettem a Facebookra ezt, akkor ez a dal kapta a legtöbb szavazatot, a legtöbb lájkot, a legtöbb szívecskét, a legtöbb egyetértést, hogy igen, és elkezdték egymásnak küldözgetni az emberek, mert ugye a mondani valója, hogyha szeretsz, akkor szeresd, de ne csak kicsit, hanem szeresd nagyon tiszta szívből, ne csak úgy félig, meg hogy mizu, meg szia igen, szépség, hanem tiszta szívből, úgyhogy ezt szerettem volna továbbadni ezzel a dallal, remélem, hogy sikerül. Lehet, hogy utálatos kérdés, de szerintem sokakban megfogalmazódik a folytatás, a Telhetetlenek. Mikor kaphatják meg a következő lemezt? Képzeld el, hogy már elindultak új dalok is benne. Na, jól érzem én, hogy jogos a kérdés. Igen. Úgyhogy elképzelhető, hogy záros határidőn belül új dallal jelentkezem a Facebookon, de egyelőre örülök, hogy ezek elkészültek, ez a 16 dal. Több nyelven is egyébként. Igen. És nagyon boldog vagyok, hogy ezeket az emberek szeretik, és ami nekem segített, muszáj elmondjam, hogy a mélypontokról nekem ezek a dalok segítettek talpra állni. Igen. Erőt adtak, és én nagyon bízom benne, hogy a kedves nézőknek, hallgatóknak is erőt fognak adni a megpróbáltatások elviseléséhez. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy mondtad, záros határidőn belül visszavárlak, mi pedig Csongrádi Katával folytatjuk. Hogyha szeretsz, akkor szeress, ne csak kicsit, szeress nagyon. Hogyha szeretsz, akkor szeress, tiszta szívből így akarom. Ha félig szeretsz, az mit sem ér, aki félig szeret, az félig él. Ha félig kevés, nem alkuszom. Mindent vagy semmit, az egészet akarom. Legyen tűz, és legyen szenvedély, legyen láng, ami az ég ígér, legyen vágy, amelyik átölel, izzon ég, és többé nem enged el. Legyen tűz, és legyen szenvedély, legyen láng, ami az ég. Söprő érzelem, égjen lángol ez a szerelem. Hogyha szeretsz, akkor szeress, legyél velem, legyél nekem. Hogyha szeretsz, akkor szeress, éjjel-nappal fogd a kezem. Ha félig szeretsz, az mit sem ér, aki félig szeret, az félig él. Ha félig kevés, nem alkuszom. Mindent vagy semmit, az egészet akarom. Legyen tűz, és legyen szenvedély, legyen láng, ami az ég ígér, legyen vágy, amelyik átölel, izzon ég, és többé nem enged el. Nem mondd, hogy késő, és nem mondd, hogy korán, nem mondd, hogy félő, és nem mondd, hogy talán. Mondd azt, hogy igen, vagy mondd azt, hogy nem, csak könyörgöm, ne légy félig velem. Ha futólag vagy, csak én belehalok. Éreznem kell azt, hogy fontos vagyok. A kihűlt lángnak parazsa nincsen, a langyosat kiköpi az Isten. Legyen tűz, és legyen szenvedély, legyen láng, ami az ég ígér, legyen vágy, amelyik átölel.
Korábbi adásainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon is, youtube.com/kívánságszolgálat. Biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Babai Fruzsina SMS-ben kérte a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Peller Annával és Peller Károllyal folytatjuk. Éjjel az Omnibusz tetején. Gyere, Tubicán, ülj ölembe, cucán, hisz nincsen abban semmi szégyen. Újítsuk föl, hogy volt régen, mikor te meg én, alligat rejtek én, egymásra lehetünk szerelem terén. Rügyeztek a fák, de idottod a szár, a Van Peticsben banda játszott, messziről egy szárkon átott szár, a nóta száj, amíg az est beállt, az homisek rám szár, gyönyörre vártak. Éjjel az Omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Mennyi korogtak a kerekek, felettünk nevetett, a teli volt. Miközben a lovacskák bandukolt a gudánát, eladott a védőnek a csalámpát. Éjjel az Omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Az idő eljárt, a múltnak vége már, egy csók ma nem tart oly sokáig, Oktogontól Krisztináig állna szőrt helyett, ma pensgőt rendelek, a drága lányka mégse édesebb. Kis szegény lakás, parfüm és brilliáns, hiába hatnak idegemre, szebb volt mégis a rizsetbe, mert is pamlagán, és autóvársonyán, honvá gyemészt az omnicsebb után. Éjjel az Omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Mennyi korogtak a kereket, felettünk nevetett, a teli volt. Mi közben a lovacskák bandukoltak Budánát, elhagyottam égő ajkacs a lámpát. Éjjel az Omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken 4-3-tól várom önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Pécsen Morvai Gáborné a ma elhangzó összes dallal köszönti szomszédjait, akiknek ezúton is köszöni önzetlen segítségüket. A következő felvételhez közreműködik Miskolci Balogh Zoltáni zenekara, Gáspár Anni énekel, a dal címe Gyermekemnek, Nicki Géza szerzeménye következik. Nagyon szépen kérlek,
facebook.com/kívánságszolgálat. Ezen az úton keresett meg bennünket Fodor Beáta és kérte a következő dalt. Nagyon sok szeretettel küldjük. Bétót Magda énekel, a dal címe Déli bábos hortobágyon. Közreműködik Látó Imre zenekara. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!